Szeretett kedves testvérek, gyülekezet! Ez alkalommal, évvégeztével egy rendkívüli programot állítottunk össze, amelyben most mi, mint gyermekszombatiskola oktatók is, tanítók, részt veszünk nem csak a háttérben, hanem itt előttetek is. Azért, hogy bátorítsuk a gyerekeket, és hogy mennyiatyánkat együtt tudjuk dicsőíteni és magasztalni. Így nekik is tudunk adni egy kis bátorítást, hogy bátrabban énekeljenek és bátrabban mondjanak verset. Ez alkalommal egy verset osztottunk föl magunk közt, melynek címe Életének, Turmezei Erzsébettől. Év előttem, év utánam, régi, drága, hogy elillant, mint az álom, gyermekévek szép világa, köd előttem, köd utánam. Év előttem, év utánam, vissza sodra van az árja, ismeretlen nagy folyamnak. Ifjú szívet, jaj, mi várja, év előttem, év utánam. Gond előttem, gond utánam, már amerre nézek, látok, tüllekedő, vad tömeg csak, nem testvérek, nem barátok. Gond előttem, gond utánam. Bűn előttem, bűn utánam, folytogat künn, mardosít benn, mérhetetlen meszteségben, fent felettem trónol Isten, bűn előttem, bűn utánam. Vád előttem, vád utánam, vád köröttem önmagamban, annyi vád, ahány lehet, annyi vád, ahány utam van, vád előttem, vád utánam. Hegy előttem, völgy utánam, győzelem kín napon éljen életútom, mindazért volt ezt a csúcsot, hogy elérjem, hegy előttem, völgy utánam. Hegy előttem, hegy utánam, nézem a keresztet, hívő mást sem látó szemmel, boldog ezer titkú kezdet, hegy előttem, hegy utánam. Fény előttem, fény utánam, hordom édes üdvösségem, hirdetem zengő dalokban, árad újjong földön, igen, fény előttem, fény utánam. Év előttem, év utánam, évek szállnak, mint az álom, mindenhol csak Krisztushoz érek, mindenütt csak őt találom, év előttem, év utánam. Ő előttem, ő utánam. A szívemben a dalomban, a életben a halálban, őjön állat fájdalomba, ő előttem, ő utánam. Így előre, így hazáig. Van-e szebb út utamnál, boldogabb hit a hitemnél, hívebb úr az én uramnál, így előre, így hazáig. Zeng utánam, boldog ének, hála ének. Át gyötört világon, zengben minden percet, évet. Előttem zeng utánam. Elhújt újra egy esztendő, és az Úr megőrzött. Iskolák, amikor mentem, ő mindig velem jött. Őrizte a lépteimet az utca forgalmában, és ott volt
Egy történetet fogok elmesélni a gyerekeknek, de természetesen ez a történet minden kortalannak szól, felnőtteknek is. Egy családról fogok mesélni nektek, gyerekek. Egy olyan családról, akik egy falu szélén éltek, szegények voltak, 6 kisfiú volt abban a családban. A legidősebb 11 éves volt. Van köztetek 11 éves? Igen. A fiúk, Máté, hány éves vagy? Mátét nem látom. Medi 11? Ja, ott vannak. Nem fértetek ide, bocsi. Akkor itt vannak köztünk 11 évesek, és a legkisebb 2 éves volt. Úgy tudom, nincs köztünk 2 éves. Te 3 éves vagy, Aliz, ugye? Egy kicsit már nagyobb vagy. 6 fiú volt abban a családban. Az apukájuk elment a fővárosba, hogy keressen egy kis munkát, egy kis pénzt, hogy tudjon a családnak ennivalót és tűzifát venni. Az anyuka már korán lefektette a gyerekeket, gyorsan paplan alá dugta, mert akkor nem kellett annyit tüzelni, hogy a paplan alatt nem fáztak. De képzeljétek, csak annyi ételük volt, hogy vacsorára odaadta nekik, és nem tudta az anyuka, hogy reggelire mit ad majd a gyerekeknek. Mesélt nekik egy történetet, mint ahogy minden este szokta, és ezen az estén Illés prófétáról beszélt nekik. Emlékeztek Illés prófétára? Igen, már beszéltünk róla, biztos tanultatok már. Illés prófétának azt a történetét mesélte el az anyuka, amikor éhínség volt Izraelben, mert gonoszak voltak, nem elkedelmeskedtek Isten törvényének, és ezért nem esett eső. Emlékszik valaki, mennyi ideig nem esett eső? Mennyi ideig nem esett? 3 évig. És még volt, én sem tudom pontosan, de 3,5 évig nem esett eső, köszönöm. Nagyon nagy szárazság volt, és a prófétának ráadásul bújdosnia kellett, mert üldözték. És Isten azt mondta neki, hogy menjen el a Kérit patakjához. És mi történt ott Illéssel? A patakba folyt a víz, és... Igen... Isten tud parancsolni a hollóknak, hogy hozzanak ételt, akinek kell? Igen. Tud parancsolni. Isten megparancsolta néhány hollójának, hogy a szájukba vigyenek emberi eledelt, hogy tudjon Illés mit enni. Ezt mesélt el az anyuka a gyerekeknek, és utána azt mondta nekik, és most gyerekek, mi is úgy vagyunk, mint Illés, Istenre bíztuk magunkat. Nem tudom, édesapátok mikor jön haza, és azt se tudom reggel, mit adok nektek enni. Szépen imádkoztak és lefeküdtek. Már a kicsik el is szenderedtek. Volt, amelyik már elbóbiskolt, és egyszer csak erősen zörgettek az ajtón. A nagyobbak fölkapták a fejüket. Az anyuka kikiabált, mert már sötét volt, hogy ki az? És azt mondta, hogy fuvaros vagyok, ételt hoztam. Azt mondta az édesanyja, itt valami tévedés lesz, mert én nem rendeltem semmit, nincs is pénzem kifizetni. Tessék csak kinyitni az ajtót, mert én biztos, hogy ezt maguknak hoztam. Mindjárt jön a futár a levéllel. Az anyuka kinyitotta az ajtót, és képzeljétek, ott volt egy szekér, megpakolva tele élelemmel. Hozta krumplit, almát, még mazsolát is.
A gyerekek kiugráltak az ágyból, és csak nézték, hogy ez a fuvaros hogy pakolja meg a kis kamrát a sok élelemmel, meg még a konyhát is. És akkor valaki jött egy biciklivel, hozott egy levelet. Az édesanyja elolvasta, hogy mit ír abban a levélben. És tudjátok, mit írt? Egy bácsi írt, aki azt mondta, hogy egyszerű nagy szegénységbe volt, és valaki felhasználta Istent, hogy élelmet küldjön neki. Ezért ő elhatározta, hogy ha lesz pénze, minden évben egy sok gyerekes szegény családnak küld élelmet. És ahogy körülnézett a környezetében, azt látta, hogy ott sok gyermek van, és biztos szükség van ételre, ezért fogadják el tőle ezt az élelmet. Az egyik gyerek elkiabálta magát, illés hollói nálunk is megjelentek. És akkor a többi gyerek is kórusban elkezdte kiabálni, illés hollói, illés hollói. Miután a fuvaros elment, kipakolta az élelmet és elment, letérdeltek, az anyuka letérdeltette minden egyes gyerekét, és hálát adtak a Jóistenek, megköszönték, hogy így gondoskodott róluk. Szép volt ez a történet. Ti se felejtsétek el soha, hogy bízni kell a Jóistenbe, és imádkozni, és a Jóisten mindig küld, mindig támogat, valakit felhasznál. Lehet, hogy titeket fog felhasználni. Mindig észre kell venni nektek is, ha láttok valakit, hogy szükségben van. Akkor segítségre van szüksége, és ha tudtok segíteni, akkor segíteni kell. Amen. Elfelejtettem, hogy szeretnék megköszönni a gyermekeknek, de egyben a szülőknek is, az egész évi részvételüket a gyermekszombatiskolán. És a gyermekszombatiskola vezetése úgy döntött, hogy a gyerekeknek ajándékot adunk, és most szeretnénk megajándékozni őket néhány aprósággal. Köszönjük, hogy a gyermekeiteket hordjátok és hozzátok a gyermekszombatiskolára, és nagyon szépen köszönjük Krisztinek is és Erikának is az áldozatos munkáját, amit minden évben a gyerekek tanítására és oktatására fordítanak. Kérjük, imáitokban emlékezzetek meg mindig a gyermekekről. Köszönjük szépen!